Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Fogok több pontban is reagálni Dunai Mónika képviselőasszony szavaira, de egy mondatot engedjen meg előjáróban, képviselőasszony. Az, hogy Budapesten mit keresnek a migránsok, ezt kérdezze meg az ön kormányától, ugyanis Budapesten semmi keresnivalójuk nem lenne a migránsoknak, nem szabad lett volna idáig eljutni nekik. Valószínűleg azért vannak itt, hogy önök ezt a fajta káoszt tudják bemutatni a budapesti 2 millió ember számára is. Ez az egyetlen oka ennek, tisztelt képviselőasszony. Úgyhogy kérje számon a saját kormányán és hatóságokon azt, hogy mit keresnek itt. Ami a felszólalás érdemi része. Tisztelt képviselőtársaim, eddig aki említette is, csak slágvortokban foglalkozott bizonyos jogi aggályokkal, én most ezzel kezdem, hiszen ha mégis egy törvényjavaslatot tárgyalunk itt a parlament előtt, akkor a nagyon is indokolt társadalmi hatások elemzése mellett és hatékonysági kérdések elemzése mellett azért az alkotmányosság szempontjait is érdemes a parlamentnek egy kicsit mérlegelnie. Ugye a most előttünk fekvő törvényjavaslat, ezt még fideszes képviselőtársaim sem cáfolják, alapvető jogokat korlátoz. Alapvető jogok korlátozásához, illetve felfüggesztéséhez pedig egyetlen esetben van lehetősége a kormánynak, hogyha különleges jogrendet vezet be, hogyha különleges jogrendről van szó. Ehhez egyébként még egy sarkalatos törvényi felhatalmazás is kell, ilyen például ugye a katasztrófa védelmi törvény. Államtitkár úr, én ismerem az ön évrendszerét, én is elmondom az enyémet, ön is nyilván a sajátját. Elég sokak osztják az én álláspontomat ebben a kérdésben. Nagyjából a kormányon kívül viszont senki nem osztja az önökét. Hogyha önök szerették volna ezt a helyzetet kezelni, akkor két lehetőségük lett volna. Az egyik, hogy alapul veszik a katasztrófa védelmi törvényt, és adott esetben egyéb eredetű veszélyhelyzetnek minősítik a tömeges migráció kérdését. Ekkor nyilvánvalóan érdemes lett volna beemelni ezt pontosan a katasztrófa védelmi törvénybe kétharmados többséggel. A B-verzió, amit mi is célra vezetőbbnek tartunk, és e tekintetben egyébként még a Jobbik álláspontjával is egyezik a mi véleményünk, az az, hogy alaptörvény módosításra van szükség ahhoz, hogy ilyen intézkedéseket lehessen bevezetni. Önök nem ezt választották. Önök azt választották, hogy kikerülve a kétharmados kötelezettséget, amit ugyanis önöktől a választópolgárok megvontak, egy fából vaskarika egy új fogalmat kreáltak a veszélyhelyzet helyett, és ez pedig a válsághelyzet, és úgy gondolták, hogy ha a veszélyhelyzetet válsághelyzetnek keresztelik át, akkor ezzel már kikerül a kétharmados szabályozási tárgykörből. Hát nem, tisztelt képviselőtársaim. Ráadásul nyilvánvalóan ismerik azt a jogtételt, hogy a többen a kevesebb benne van, de a kevesebben a több viszont nincs benne. Az, hogyha a különleges jogrend esetén az alkotmány, az alaptörvényük, a saját maguk által elfogadott alaptörvényük maximum 15 napig engedélyezi, még egy sarkalatos törvénnyel együtt is a különleges jogrendet és ennek a meghosszabbítását az országgyűlés döntésétől teszi függővé, akkor mondják meg önök, hogy hogy képzelik azt, hogy egy feles törvényben olyan szabályt vezetnek be, hogy ez a nem veszélyhelyzet, hanem válsághelyzet, ami mondom még egyszer ugyanaz, mint a veszélyhelyzet más néven, ez 6 hónapig tarthat a 15 nap helyett, ráadásul a 6 hónap után elég a kormánynak meghosszabbítani ezt újabb 6 hónapra és megint 6 hónapra, azaz örök életre, amíg a kormány mandátuma tart, föntarthatja ezt a válsághelyzetet. Anélkül, hogy egyébként a parlament erre áldását adná. Tisztelt képviselőtársaim, ez olyan durva megkerülése az alkotmányos szabályoknak, amin azt gondolom, hogy mindenki számára egyértelműen alaptörvényellenes. Önök is pontosan tudják, csak éppenséggel volt valami okuk arra, hogy ne alaptörvénymódosítást kezdeményezzenek ebben az ügyben. Két probléma van ezzel, tisztelt képviselőtársaim. Az egyik az, hogy ha már szintén Dunai Mónika képviselőasszonyra reagálnék, hogy az itt élő magyar emberekre miért nem vagyunk tekintettel, én is ezt kérdezem, hogy amikor önök ezt elfogadják, miért nincsenek tekintettel rájuk. Ugyanis ezek a törvények éppen a
bevándorlás ürügyén a magyar emberekről és a magyar emberek jogainak a csorbításáról szólnak. Egy kicsit előrevetítik persze a Kövér László által vizionált rendeleti kormányzást, ehhez viszik közelebb az országot, természetesen ahogy önöktől már megszoktuk 5 év alatt a demokratikus intézményrendszer tovább gyengítik, tovább központosítanak, az állam és az állampolgárok viszonyát pedig ismét elmozdítják az állam javára, ahogy az 5 év minden egyes intézkedésével tették a jó paternalista államfelfogásnak a mentén. Ez az egyik probléma, ugyanis a szabályok alapján nem a migránsokra, hanem a magyar emberekre rúghatja majd rá az ajtót a rendőrség és a katonaság, anélkül, hogy egyébként mondjuk ezt bárki engedélyezné a számára egy olyan feltételezett indok kapcsán, hogy ott van migráns. Aztán vagy van, vagy nincs. A másik probléma ezzel, tisztelt képviselőtársaim, az az, és ez a nagyobb gond, hogy ez a nyakatekert jogi megoldás, ez egy dolog legékesebb bizonyítéka, egy dologról tanúskodik. Egyetlen dolog fontos önöknek, az, hogy csak a Fidesz, csak önök szolgáltassák a megoldást, mert ha ez nem így van, akkor képtelenek lennének szembeállítani egymással a, hogy szoktak önök fogalmazni, a bevándorlás párti és a bevándorlás ellenes embereket. Akkor, ha netán megkíséreltek volna egy konszenzusos javaslatot, akkor hogy tudnák ezt a politikájukat képviselni, ezt a primitív szembeállítósdit, amit önök 5 éve űznek? Ugyanis sajnos a Fidesz nem csak most, hanem máskor sem törekedett a nemzeti konszenzus megteremtésére, fontos ügyekben sem. A politikájuknak 5 éve a lényegi eleme az, hogy bűnbakot képeznek, és a kijelölt bűnbakok pártján állónak bélyegzik a politikai ellenfeleiket, míg önök a magyar emberek oldalán állnak. Emlékezzenek csak vissza, hogy volt ez. Ilyen volt a külföldi karvajtőke, vagy a bankok, esetleg a közműszolgáltatók. Önök mindig a magyar emberek oldalán álltak, és érdekes módon az összes ellenzéki párt, az meg mindig a karvajtőke, a bankok és a közműszolgáltatók oldalán. Hát most sincs ez másként, most önök állnak a magyar emberek oldalán, és mindenki más meg a migránsok oldalán. Egyszerűen óvodás, primitív retorika, amit sajnos az önök médiagépezetével néhány ember számára mégis sikerül megvilágítani és elhitetni velük. A Fidesz most a baloldal törekszik megbélyegezni azzal, hogy a bevándorlók oldalán áll a magyar emberekkel szemben, és nincs megoldási javaslata. Ezt, ahogy mondtam, az önök média túlsúlyával sokakkal el is tudják hitetni. A retorikának viszont van egy gyenge pontja, az az, hogy szemenszedett hazugság. Ugyanis talán azt önök sem feltételezik, hogy van olyan épeszű ember, aki szerint nem az volna a jó, hogyha nem jönnének migránsok tömegei Magyarországra vagy az Európai Unióba. Nincs ilyen épeszű ember. Sem Magyarországon, sem a parlamenti patkóban. Hanem mindenki azt szeretné, hogy a saját országukban boldoguljanak. És talán az sem, hogy van olyan képviselő, aki ne gondolná azt, hogy a tömeges migrációt kezelni kell, méghozzá szabályozott keretek közé kell szorítani. Azt gondolom, hogy ilyen épeszű embert sem találnak, aki ezt tagadni szeretné. Harangozó képviselőtársam elég részletesen elmondta azt, hogy milyen konkrét javaslataink voltak, ahelyett, hogy 30 milliárd forintot elköltöttek volna a gyűlöletkampányukra, a teljesen fölösleges nemzeti konzultációra, meg egy olyan kerítésre, ami alatt könnyűszerrel átbújik bárki, hiszen semmi más feltételt nem állítottak a kerítés mellé. Ez előre látható és tudható volt. Önök arra sem vették a fáradtságot, és arra sem adták meg a lehetőséget, hogy egyébként azt a javaslatot, ami részben az önök mostani javaslatát tartalmazza, megtárgyalhassuk itt az országgyűlésben. Nem most tettük le az asztalra, tisztelt képviselőtársaim, hanem még nyár előtt. Még nyár előtt. Arra sem voltak hajlandóak, hogy napirendre vegyék. Tisztelt képviselőtársaim, miért? Azért, mert az lehetetlenség, hogy az ellenzék is szolgáltasson jó megoldást, hiszen akkor ez a fajta szembeállítás a továbbiakban nem mutatkozik majd sikeresnek. Hogyan lehetséges, azt tisztelt képviselőtársaim, és erre szintén utalt már harangozó képviselőtársam is, de Schiffer képviselő úr is, frakcióvezető úr is, hogy ebben a témában, ami talán önök szerint sem kevéssé fontos ma Magyarországon, szerintünk sem, abban egyetlen egy ötpárti egyeztetés eddig nem volt. Hogyan lehetséges ez? Soha egyetlen egy fórumra nem hívták meg az ellenzéket, hogy kifejtse a véleményét. Ha behozta volna a parlamentbe,
akkor azt pedig levették a napirendről, nem szavazták meg azt, hogy itt megtárgyalhassuk. Azaz önök nem járulnak hozzá ahhoz, hogy az ellenzék érvei akár informálisan, akár formálisan önökhöz kerüljenek, és ezt meg tudjuk vitatni, akár informálisan, akár formálisan. És miért nem? Azért, mert akkor nem lehetne ezt az ostoba szembeállítást, amit önök művelnek, hát megejteni. Az, hogy az ellenzék, hogy a pártok, és erre ülnek rá, nem tudom én mennyi ideje már, hogy áll problémának kezelnénk. Hát tisztelt képviselőtársaim, a Tabon is felolvastam, most is megteszem. Részlet a parlamenti jegyzőkönyvből így szól. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Szeretném azzal kezdeni, hogy az én meglátásom szerint a migráció egy valós probléma az Európai Unióban, és így valós probléma Magyarországon is. Aki másként gondolja, az az én meglátásom szerint téved. Itt van a jegyzőkönyvben, ezt mondtam én hónapokkal ezelőtt, itt van leírva. Azaz, én azt gondolom, tisztelt képviselőtársaim, hogy aki ebben mást állít, az egyszerűen hazudik. Ez a Magyar Szocialista Pártnak a hivatalos álláspontja. Ezt tudom mondani önöknek bátran. Szeretném azt világossá tenni szintén, hogy az, hogy az önök egyébként számunkra nem megfelelőnek tartott javaslatát nem szavazzuk meg, mert hogy nem fogjuk, az nem azt jelenti, hogy erre a problémára nem szeretnénk megoldást találni. Ezúton is nagy tisztelettel ajánlom, amit harangozó képviselőtársam is, hogy üljünk le egyeztetni, ugyanis mi akár alaptörvénymódosításra is nyitottak vagyunk ebben a témában. Ennél egyértelműbben ezt a szándékot azt gondolom nem lehet megfogalmazni. Persze, természetesen van egy határ, és ezt most szeretném leszögezni itt az országgyűlésben. Hogyha arrafele megyünk, amit a Jobbik mond, nevezetesen, hogy a migráns férfiakat, nőket, gyerekeket vízágyúval, gumilövedékkel vagy könnygázzal lőhesse a katonaság, erre soha nem akarunk felhatalmazást adni. Ha ez cél, akkor ebben mi nem vagyunk partnerek. De minden más megoldásban, ami előre visz, ami a migráns kérdés megfelelő kezelését jelenti, abban mi partnerek vagyunk. És van, szeretnék említeni emellett egy humanitárius vonatkozása is ennek az ügynek. Az pedig, hogy ha már a migránsok itt vannak, jobb lenne, ha nem itt lennének, de itt vannak. Ha a migránsok itt vannak, akkor emberhez méltó ellátást kell a számukra biztosítani. Szeretném nagyon hangsúlyosan mondani önöknek, nem a bevándorlást pártolja az a párt vagy civil szervezet, amelyik karitatív tevékenységet folytat, hanem az alapvető emberi kötelességének tesz eleget. Jó lenne, hogyha a kormány is ezt megfontolná. Ezúton is tisztelettel köszönöm mindannyiuknak ezt a tevékenységet, amit részben a kormány helyett látnak el. Nem a tömeges migrációt pártolja az, aki enni és inni ad a menekülteknek, még akkor sem, ha a kormánypártok ezt így akarják beállítani. Hogy ki pénzeli, ezt hallom a Jobbik padsoraiból. Például a mi pártszékházunkba tömegesen hoztak be önként ruhát, élelmet, innivalót a menekülteknek. És aki ezt megkívánja tenni, azt szívesen fogadjuk. Ez nem, még egyszer mondom, ez nem a bevándorlást pártolja. Ez egész egyszerűen a humánumnak tesz eleget. Végül, tisztelt képviselőtársaim, kérem önöket, főleg a kormány, elsősorban a kormánypárti képviselőtársaimat, hogy ne a népszerűségük növelése legyen a cél, amikor a migrációval kapcsolatban állást foglalnak, és cselekvést fogalmaznak, vagy cselekvésre szánják magukat. Két lehetőség van. Vagy oldja meg a kormány egyedül a helyzetet saját elképzelése szerint, de ez esetben ne hisztériázzon azért, hogy az ellenzék nem szavaz meg mindent szolgai módon. Vagy kezdeményezzen egyeztetést az arra nyitott ellenzékkel, és találjunk a problémára közös megoldást. Mint hogy az előbbi nem jött be, azaz önmaguktól egyelőre 8 hónap alatt képtelenek voltak bármilyen kézzelfogható eredményt elérni, ezért javaslom, hogy a második verziót fontolják meg. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, Bárándi képviselő úr. Következő hozzászóló Hegedűs Lórántné képviselő asszony.